Gabriella vagyok, a Verdeco Művészeti Kör Alkotó Egyesületnek és a Verdeco Music Clubnak a vezetője. Ezt a klubot a párommal együtt csináljuk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számban eljöttetek erre a mai show műsorunkra. Mi már nagyon-nagyon régóta foglalkoztunk azzal, hogy lehetőséget adjunk a más identitású embereknek is. Nézzétek el, nekem én nem szeretem a meleg szót használni, sem a leszbikust és egyebeket, nekem emberek vannak. Tehát mi az a csapat vagyunk, akik nem azzal foglalkozunk, hogy ki milyen identitású, hanem elsősorban azzal foglalkozunk, hogy ki milyen ember. És aki emberi módon tud ebben a környezetben, ahol mi vagyunk, és a mi művészeink fellépnek viselkedni, azoknak mindig és mindenkor nyitott a mi ajtónk. Tehát számomra nincsenek melegek, emberek vannak, és vannak különleges emberek is. Nagyon különleges embereknek tartom például, akik ezeket a show-kat bevállalják, mert megmondom őszintén, hogy én nem merném és nem lennék képes arra, hogy ennyi ember elé kiálljak és táncoljak. Heti rendszerességgel szeretnénk először a show-kat, illetve ezeket a találkozókat megrendezni itt a mi kis klub helységünkben. Igyekeztünk otthonossá varázsolni, hát remélem, hogy nektek is elnyerte a tetszéseteket, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy nagyon sokat bulizzunk így együtt, önfeledten, és mindenki érezze nagyon jól magát, és ez legyen mindenféle embernek egy olyan helye, ahova békésen, nyugodtan lejöhet, és igazából önmagát adhatja. Tehát, amint mondtam is nektek, ezt heti rendszerességgel szeretnék megtartani, ezeket a programokat. Jövő héten pénteken lesz majd egyébként a következő ilyen show-nk, ahol szintén nagyon-nagyon tehetséges és kedves emberek fognak benneteket szórakoztatni, ha megtiszteltek bennünket és eljöttök ismét. A mai nap folyamán, amikor vége van a show-nak, a Tamás Erzsébet Elli fog benneteket diszkó és retro zenével szórakoztatni, tehát szabad lesz a tánc a parketten, lent és fönt, nyugodtan robhatjátok,
és éjfél után pedig a Handó Józsi fog diszkózenét játszani nektek, tehát nyugodtan lehet, akár hajnalig, négyig, itt vagyunk. Ez a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat. Én nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, hogy ilyen sokan eljöttetek. Bízom benne, hogy annak ellenére, hogy a nagy meleg és nyár van, meg fogjuk tudni rendezni hétről hétre ezeket a programokat. Szeptembertől pedig teljes gőzzel beindulunk, ami azt jelenti, hogy különböző stand-upos fellépéseink is lesznek, egyperces felvonásos színdarabjaink lesznek, amit itt elő fognak színészek adni. Tehát én ezekre is nagy szeretettel invitállak benneteket, mert én azt gondolom, minden nagy képűség nélkül, hogy amíg én itt vagyok, és amíg én a párommal ennek a klubnak a vezetője vagyok, itt egyetlen egy embert sem lehet megbántani, és identitástól függetlenül az a cél, hogy itt mindenki békességre és nyugalomra találjon, és minden egyes programunkon nyugodtan részt tudjatok venni, mert ez nem az üldözöttek helye, hanem a befogadók helye. Nagyon szépen köszönöm! Nagyon aranyosak vagytok. Külön szeretnék megköszönni ezt a napot, és innentől a további napot is a Petes Varga Robinak és a Joseph Falconnak, barátaimnak. Hiszen ez nem jöhetett volna létre, vagy ha létre is jött volna, nagyon-nagyon nehezen, mert én heteró lévén nem forogtam eddig ilyen körökbe. De én nagyon örülök, hogy most itt vagyok és itt vagytok, és remélem, hogy rengeteg barátra fogunk itt találni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és várunk benneteket szeretettel a jövő héten is. Igen, a technika néha azért bennünk.